Köszöntöm nézőinket, önök a Pannon Televízió híradóját látják, Slajhó Zénó vagyok, fő téma egy néhány mondatban. Egyirányosították a forgalmat Pécs és Pellért között, 1,8 kilométeren újítják fel az összekötő utat. Baranya, aranya, ékszerek, fegyverek az avarkorból az autópálya nyomvonalán. Baranya kincseit ismerhetik meg, a megyei önkormányzat is segíti a helyi termelők piacra jutását. A lakossági a legnagyobb felelősség, csökkenthetjük a szúnyog ártalmat. Orbán Viktor az energia vészhelyzet miatt hívta össze a kabinetet, majd váratlanul délután rendkívüli kormányinfót tartott Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormány szóvivő, de megjelent Németh Szilárd kormánybiztos is. Gulyás bejelentette, hogy 7 pontból álló energia veszélyhelyzeti akciótervet készítettek. Európában mindenütt nehéz az energiahelyzet, most a magyar kormány is veszélyhelyzetet hirdetett. Drasztikusan emelkednek az energiaárak, az áramára az 5-szörösére, a gázé több mint a 6-szorosára emelkedett egy év alatt. Világossá vált, hogy Európában nem lesz elég gáz őszre, térre. A kormány ezért energiaveszélyhelyzetet hirdetett, amelyet 7 pontból álló rendkívüli intézkedés sorozat követ. Ezek augusztusban lépnek életbe. Így például a hazai gázkitermelés növelése, a paksi üzemidő meghosszabbítása, a mátrai erőmű működtetése. Felújítják a Pécset Pellérdel összekötő út 1,8 kilométeres szakaszát. A Magyar Közút végzi a munkálatokat július 11-e és augusztus 2-a között. Ez idő alatt egyirányosítják a forgalmat, így a Pécs felé utazók a 6-os főúton közlekedhetnek. A tervek szerint ezzel 10 évre megoldják az úthibák okozta problémákat. Egy jó darabig nem használhatják a Pécs felé közlekedők a Pellérdi összekötő út egy szakaszát. A Magyar Közút ugyanis a Magyar Falu program keretében újítja fel 1,8 km hosszan az aszfaltot. A munkálatok július 11-én kezdődtek és várhatóan augusztus 2-áig tartanak. Ez alatt egyirányosítják az utat Keszütől Pellérdig. Így az autósok Pécs felé a 6-os főúton juthatnak el, amire jelzőtáblák is felhívják a figyelmet. Fontos, hogy mind a forgalom elterelése, mind a sebességkorlátozás ugyanúgy van minden közlekedőre. Terveink szerint a közeljövőben, a közeljövőt most az években kell érteni, ezt a köztes kimaradó részt is szeretnénk felújítani. Egy műszaki meggondolásból született ez a megoldás, mert csak eléggé elhasználhatott már az út. Lehet, most éppen nincs rajta nagy forgalom, de azért jelentősen nehéz jármű forgalom is, és emiatt csak egy egyszerű idézőjelben koporréteg cserével tartós megoldást nem tudnánk elérni. Ezért született az a döntés, hogy kicsit rövidebb szakaszba, de erőteljesen beavatkozása, hosszabb távon többet nyerünk rajta, mint amennyit most. A régi előregedett aszfaltot több mint 10 cm vastagságban marják fel a szakemberek, ezután 2 rétegben építik vissza a burkolatot. Ezzel a tervek szerint legalább 10 évre megoldják az úthibák okozta problémákat. A felújítási munkák idején hosszabb menetidővel számolhatnak a közlekedők, ezért ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről. Gazdag és különleges leletek kerültek elő a most folyó autópályaépítkezés területéről, aminek egy részét a nagy közönség is láthatja Pécsen. Aranyból készült ékszerek, fegyverek, díszítések, ezeket mutatják be a Janus Pannonius Múzeumban. Avarkori sírok rejtették ezeket, amikre Babarc határában találtak rá a régészek. Aranyékszerek, fegyverek a kiállító térben. Ezeket a most épülő M6-os autópálya befejező szakaszának nyomvonalán végzett feltáráson találták a régészek Babarcnál. Avarkori sírokból kerültek elő, és már egy részüket láthatja a közönség a Pécsi Janus Pannonius Múzeum Káptalan utcai épületében. A 21-es évnek a végén, illetve a 22-es évnek az elején több minden került elő Babarc környékéről, tehát Babarc határából. Nagyon gazdag leletanyag, lovastemetkezések, gazdag férfi-női ékszerek, fegyveranyag, mind olyan tárgyak, amelyek az avarkornak a kutatásába előremutatóak. Sok érdekes lelet került elő, mondja akkor szakértője.
unikális például az a lemezborítás, ami akár egy tarsolynak a tetején, akár egy tegeznek a száj borítását is adhatta, de sok más vizsgálatra érdemes anyag. Tehát, hogyha szimplán az embertani anyagát nézzük a sírnak, és azokon végezhető antropológiai vizsgálatokat, már ez önmagában egy nagyon érdekes téma. A sírokból aranyékszereket is kiemeltek. Ezek azt jelzik, hogy magasabb társadalmi csoportba tartozó sírhelyeire bukkantak a régészek. A lelet egy részét már láthatják az érdeklődők. A Baranya Aranya címmel nyílt kiállításon a Pécsi János Pannonius Múzeum Káptalan utcai épületében. A többi lelet még a restaurátoroknál van. Ezeket később mutatják be a nagy közönségnek. Az elmúlt héten országszerte 8036 Baranya megyében 322 új fertőzöttet igazoltak, közölte a múlt heti összesített adatokat szerdán a koronavírus.gov.hu. Mindez azt jelenti, hogy gyakorlatilag megduplázódott az új fertőzöttek száma. Az elmúlt héten ugyanis országszerte 4663, Baranya megyében 157 új fertőzöttet találtak. Jelenleg 628 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 16-an vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 727-en vannak. Baranyában az elmúlt 7 nap során 322 új esetet azonosítottak, számuk a járvány kezdete óta 81.628. A kormány továbbra is biztosítja az oltás lehetőségét. A kórházi oltópontokra pénteken 14 és 19 óra között lehet menni, időpontfoglalással vagy akár anélkül is, tették hozzá. A honlapon arra is felhívták a figyelmet, hogy az oltás továbbra is kérhető a házi orvostól, házi gyermekorvostól. Kincses Baranya, ezzel az elnevezéssel nyílt az a stand az új vásárcsarnokban Pécsett, aminek célja, hogy megismertesse a kiváló minőségű helyi termékekkel az embereket. Az árusítóhely nyitását a Baranya megyei önkormányzat is támogatta, így az új létesítmény indulásakor már találkozhattak az érdeklődők a baranyai élelmiszerekkel, amiket kistermelőktől hoztak az üzemeltetők. Az új pécsi vásárcsarnok avató ünnepségén készültek ezek a felvételek. Itt mondta el a megyei önkormányzat elnöke, hogy üzletet nyitnak a baranyai termékeknek az épületben. Fontosnak tartotta a megyei önkormányzat, hogy egy kincses baranya boltot is nyisson az új vásárcsarnokba, ahol a nagyvárosban élő pécsiek megismerkedhetnek és meg is vásárolhatják azokat a jó minőségű baranyában megtermelt prémium, de elérhető áru termékeket, amelyek nem csak finomak és egészségesek, de baranyaiként büszkék is lehetünk rájuk. Remélem, hogy ezt az új kincses baranya boltot is a szívükbe zárják majd a pécsiek a következő hetekben, amikor megismerkednek a termékekkel. Lekvárok, mézek, szörpök, tészták többek között a kincses baranya standján. Ez már a nyitás napja. A baranyai termelőkért és kézművesekért egyesület üzemelteti az árusító helyet. Csomagolt áruval fogunk foglalkozni. A friss áru az úgy lesz majd megtalálható, hogy augusztus közepétől lesznek majd füstölt áruk, hungarikumok, és ezáltal lesz egy picit így a friss áru is, ha ez így annak mondható, de minden csomagolt lesz nálunk, mert úgy gondoltuk, hogy ez az, ami, tehát így lehet ez a kincses baranya, mert ugye ezt el lehet vinni. Így a turisták is meg tudják mutatni otthon, hogy milyen finomságokat lehet kapni Baranya megyében, mondja az egyesület elnöke. A kincses baranya üzlet célja, hogy ismertté tegyék a helyi termelőket, így segítve nekik a piacszerzésben. Eredetileg ez volt az új vásárcsarnok építésének is a célja. Az Orfői önkormányzat elsőfokú vízkorlátozása rendelte el szerda délutántól visszavonásig az egész településen. A korlátozás ideje alatt tilos ivóvízzel autót mosni, medencét tölteni, illetve öntözni és locsolni. A rendelet külön kitér arra is, hogy a gazdálkodó szervezetek sem használhatnak ivóvizet locsolásra és permetezésre. A határozat betartásának ellenőrzését az önkormányzata a közterület felügyelőre bízta. A vízmű tájékoztatása szerint, amennyiben a fogyasztási igények továbbra is a jelenlegi szinten maradnak, úgy a település víztározó kapacitása hamarosan kiürülhet, márpedig onnan a vízellátás már csak szakaszosan biztosítható.
Talajművelés, precíziós gazdálkodás, ezek lesznek a központi témái az idei Szentlőrinci mezőgépnapoknak. Augusztus 10-én és 11-én várja a szakembereket a szervező Baranya megyei vállalkozói központ. A kétnapos ingyenes program során gépbemutatókra, szakmai előadásokra látogathatnak el az érdeklődők. A mezőgazdasági eseményeknek Szentlőrincen több évtizedes hagyománya van. Ezt megtartva idén augusztusban ismét lesz a városban agrárprogram, a Szentlőrinci mezőgépnapok, amely rendezvényt a Baranya megyei vállalkozói központ szervez. Az esemény két napon keresztül, augusztus 10-én és 11-én várja az agráriumban érdekelt szakembereket az erre a célra kialakított szántóföldi területen és a rendezvénycentrumban. Ott lesznek az előadások is, amik különböző témákban akkor ezt a kiállítást igyekeznek, vagy hivatottak erősíteni, és mellette nem túl messze ettől a kiállító tértől lesz pedig a gyakorlati bemutató, ahol különböző talajművelő és egyéb agrotechnikai gépeket fognak a kiállítók működés közben is bemutatni. Baranya megyében idén ez az első ilyen szakmai esemény, amely a szántóföldi termelés gépi és technológiai újdonságaival várja az érdeklődőket. A rendezvény ingyenes, a szervezők azonban nem készülnek szórakoztató programokkal, tudtuk meg Vég Gábortól. Mint mondja, a szakmabeliekre szeretnének fókuszálni, nem csak a bemutatók, hanem az előadások alkalmával is. Közös agrárpolitikával kapcsolatos előadás, az Európai Zöld Egyezménnyel kapcsolatos előadás, ami kapcsolódik szervesen ehhez az új precíziós gazdálkodási szemlélethez, és lesznek konkrétan olyan dolgok is, ami a precíziós gépi megoldásokra és farmmenedzsmentre vonatkoznak. A program középpontjába a mezőgazdasági gépesítést állítják a szervezők, a fő hangsúlyt a talajművelésben fontos gépek technológiai sorok bemutatására helyezik. Zajlik a szúnyoggyérítés az egész országban, így Pécsen is. A városüzemeltetési cég szakemberekkel végezteti az írtást. A lárvák elleni védekezést földi biológiai módszerrel folytatják. Kemenesi Gábor virológus azonban elmondta, hogy jelenleg a lakosság részéről igényel nagy figyelmet a megelőzés. Egy ilyenből több ezer szúnyog ki tud kelni. Ehhez elég csak egy kis víz, ami összegyűlik egy ilyen edényben, mondja a pécsi virológus. Kemenesi Gábor elmondta, hogy napjainkban a lakosságnak van a legnagyobb felelőssége abban, hogy megelőzzük a szúnyog ártalmat. Ugyanis a Baranyai megye székhelyen végzett megfigyelések azt mutatják, hogy a kiskertekben szaporodnak el a vérszívók. Pécsen kifejezetten azok a szúnyogok a jellemzőek, amik ezeket szeretik, a kicsi vízgyűjtő edényeket, amikből a kertben akár több tíz is lehet. Ha ezekre odafigyelünk, hogy kiöntsük, akkor megspórolhatjuk azt, hogy több ezer szúnyogot kikeltsünk a kertben. És ez, amit elmondtam, ez egy nagyon fontos aspektusa még a szúnyogok elleni védekezésnek, amellett, hogy nagyobb területeken igen bizony a biológiai gyérítést azt lehet művelni. Ez pedig többször is megtörténik országszerte. Pécsen a napokban is végeznek szúnyogírtást. Bár jelenleg a tenyészőhelyek nem aktívak, az időjárás hatására azonban ez könnyen megváltozhat. Éppen ezért a Biokom szakemberekkel végezteti a napokban a biológiai védekezést. Ez azt jelenti, hogy a szúnyogokat még lárva állapotban írtják ki, ami szinte kizárólag földi gyérítéssel oldható meg. Miért hozzá azért földi, mert itt rendkívül precíziósan kell kijuttatni, kifejezetten arra a területre, ahol a lárvák vannak. Tehát ha az ember leszor a repülőről, akkor az nem fogja feltétlenül elérni a szúnyoglárvákat, úgyhogy ezért is nehézkes. Ha valaki abban gondolkodik, vagy látott már ilyet, esetleg egyébként a Dunártéren szokott ilyen zajlani, akkor például a helikopterről szokták a granulátumot, a biológiai granulátumot szórni, de ott is ugye lehet precíziósan lassan, repülőről nem megoldható, ha repülőt látunk, az kémiai gyérítést jelent. Bár az Európai Unió területén a kémiai gyérítést tiltott, különböző okokból Magyarországon már tavaly is engedélyezte ezt a módszert a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Előfordulhat ugyanis, hogy nem tudják megakadályozni a lárvák kikelését, ilyenkor pedig a biológiai szerek már nem hatnak a kifejlett szúnyogokra. A régió híreivel folytatjuk. Számláló biztosokat vár a Szekszárdi polgármesteri hivatal az idén őszre tervezett népszámláláshoz. Egy-egy munkavállaló 240-280 ezer forintot keresett majd az egy hónapos munkával. Már elérhető a szekszárd.hu internetes oldalon a népszámlálással kapcsolatos fül. Itt lehet jelentkezni szavazatszámlálónak. A mikrocenzusra október 1-e és november 28-a között kerül sor az országban. A leendő kérdezőbiztosok pedig július 29-ig jelentkezhetnek. A kérdőíveket online is ki lehet tölteni, így várhatóan csak azokhoz kell majd személyesen elmenni, akik ezt nem teszik meg.
A szerződéskötés pedig azután fog megtörténni, miután a kiválasztottak el is végezték az ehhez szükséges felkészítést. A jelentkezésnél egyébként előnyt jelent, hogyha valakinek minimum középfokú végzettsége van, megfelelő helyismerettel rendelkezik, esetleg térkép alapján is jól tud tájékozódni, és nyilván egyfajta számítógépes ismeret is szükséges. Számítások szerint egy-egy számláló biztos bruttó 242-280 ezer forintot keresett a nem egészen egy hónapos munkával. Nagyjából 140 cím az, amire számítani lehet ebben az időszakban kérdező biztosonként. A szükséges tabletet azt a központi statisztikai hivatal biztosítani fogja. A biztosoknak október 17-e és november 20-a között kell majd az adatokat begyűjteniük, ezt követően egy héten át pótösszeírásokra kerül sor. Nem csökken a segíteni akarása a karöltve szekszárdért civil csoport tagjai között. 2020 év tavaszán fogtak össze páran, hogy támogassák azokat, akiknek akkoriban szüksége volt rá. Gyűjtöttek élelmiszereket, ruhákat, tisztítószereket. A lelkesedés azóta sem kopott el, sőt, egyre többen csatlakoznak a csapathoz, hogy támogatásukkal szebbé és könnyebbé tegyék hátrányos helyzetben élő embertársaik életét. Harmadik éve, hogy aktívan jelen van a Tolnai megyeszékhely életében a karöltve szekszárdért civil csoport. A Covid berobbanása hívta anno életre a közösséget, és azóta is töretlen segíteni akarással élik a mindennapjaikat, és nyújtanak támogató kezet bárkinek, akinek erre van szüksége. Legyen az bármi, amivel hozzájárulhatnak ahhoz, hogy szebbé, komfortosabbá és könnyebbé tegyék a hátrányos helyzetben élők életét. Most körülbelül 10 családnál tartunk, akinél nagyon komoly segítséget tudtunk nyújtani, mind élelmiszer tekintetében, de volt legalább 4 olyan család is, akinek szinte az egész lakását bebútoroztuk adománybútorokkal, tudtunk vinni mosógépeket, mikrohullámú sütőt, hűtőt. Szakács Szandra azt is hozzátette, mindig csak olyan dolgokat adományozzunk, amiknek mi magunk is örülnénk, mert olyan állapotban van, amit tudunk használni. A legközelebbi nagyszabású gyűjtés az iskola kezdéssel kapcsolatban lesz. Tudjuk nagyon jól, hogy minden évben veszünk ceruzákat a gyerekeknek, és nem biztos, hogy mindent felhasználnak, úgyhogy bőven van miből továbbadni másoknak, úgyhogy az iskola kezdés az mindig egy ilyen időpont, amikor vagy mi szervezünk, még nem tudjuk, még nem döntöttük el egy nagyobb gyűjtést, vagy pedig buzdítjuk és segítjük a tagokat arra, hogy eljuttassuk ezeket az adományokat a megfelelő családoknak. A nyár folyamán pedig, aki segíteni szeretne a strand belépővel, vagy esetleg egy tábor költségének kifizetésével is örömet tud okozni egy-egy hátrányos helyzetben élő család gyermekének. A karöltve szekszárdért Facebook oldalán minden lehetséges információt megtalálhatnak, mind az adományozni kívánok, mind pedig a támogatásra szorulók. 9 év után újra a balatoni hal kerülhet a balatoni vendéglátóhelyek kínálatába. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit ZRT és a Halker Kft. Együttműködésének köszönhetően a balatoni hal, mint eredet megjelöléssel védett, uniós oltalom alatt álló termék kerülhet fel az étlapra. A brand termékei a sudár és varászlói ponty, valamint a fogassüllő, illetve az azokból előállított termékek. 2-2,5 kiló közötti pontyokat dolgoznak fel konyhakész állapotúra a balatonboglári üzemben. A halakat a balatoni tógazdasági tavakban nevelik szigorú minőségi követelmények betartásával. Nagyon magas minőségű termékről van itt szó, amelyet egy szigorú termelés technológia körülményei között tudunk csak elérni. Ehhez két halfajt és két tájfajtát használunk, az egyik a pontyfaj, a másik pedig a süllő, és a pontyon belül használjuk a balatoni sudár pontyot és a varászlói tükrös tájfajtánkat. Ez a kettő tájfajta, amely hivatalosan bejegyzett és a Balaton vízgyűjtőjén élő és szaporított tájfajta. Az oltalom alatt álló balatoni halból a tervek szerint évente 5-600 tonnát termelnek majd a halas tavakban. Az elsődleges cél most a brand megismertetése a piaccal. Eljuttassuk a balatoni éttermekbe, hogy ott meg tudják a vendégek kóstolni, és ahogy hallottuk, a kiskereskedelmebe is tudjuk
szállítani, hiszen mintaboltok vannak a Balaton környékén, és ott a lakosság is el fogja tudni érni természetesen. Az Agrártárca vezetője szerint újra fel kell hívnunk a magyarok figyelmét arra, hogy kiváló, őshonos halaink vannak, és olyan termőhelyekről származnak, amelyek méltók minden nemű gasztronómiai elismerésre, mint ahogy a balatoni hal is. Arra törekszünk, és minden eszközzel támogatjuk, hogy visszaadjuk a balatoni hal illő rangját. Reméljük, hogy a vásárlók és a fogyasztók ebben a partnereink lesznek. Bizakodásra ad okot, hogy a halfogyasztás lassan, de folyamatosan nő Magyarországon. 2013 óta 18,5%-kal növekedett ez a fogyasztás. Az oltalom alatt álló, ezzel a címkével ellátott halakat 4 mintaboltban, Siófokon, Balatonbogláron, Veszprémben és Keszthelyen vásárolhatják meg az érdeklődők konyhakész formában. Híradónk végén Baranyai témáink még egyszer. Egyirányosították a forgalmat Pécs és Pellért között, 1,8 kilométeren újítják fel az összekötő utat. Baranya, aranya, ékszerek, fegyverek az avarkorból az autópálya nyomvonalán. Baranya kincseit ismerhetik meg, a megyei önkormányzat is segíti a helyi termelők piacra jutását. A lakossági a legnagyobb felelősség, csökkenthetjük a szúnyog ártalmat. Csütörtökön is sok napsütésre készülhetünk, időnként nyugat felől ugyan megnövekedhet a felhőzet, de esni sehol sem fog. A nyugati szél többfelé élénk, északon néhol erős lesz. Hajnalban 12-19, napközben 30-36 fok várható. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!